Köszöntjük a videóblog nézőit a Sátoraljóújhelyi várból. Az elmúlt néhány alkalommal, néhány héten ezek a híradások szüneteltek objektív okokból. Ennek az az egyetlen kétségtelen előnye viszont megvan, hogy most jóval több dologról tudunk önöknek beszámolni, ugyanis a munkálatok azok nem szüneteltek, ellentétben a videóbloggal. Elkezdtük a déli várrészen lévő sziklárok keleti felének a feltárását. Egy hatalmas omladékrétegben kezdtünk el szintet sűjeszteni, nagyköves épülettörmelékes réteget bontottunk, és hát meglepetésünkre úgy tűnik, hogy ennek a ároknak az északi fala, legalábbis annak a keleti szakasza az nem a sziklából lett kialakítva, hanem egy terméskőből rakott kőfalat találtunk itt. Valószínűleg itt szakad a terep a keleti irányba, alacsonyabban van a természetes sziklafelszín, ezért volt szükség erre a kőfalra. De ez nem egy önmagában álló fal, tehát nem csak egy harántfa, vagy egy homlokfal pontosabban, hanem valójában egy helyiségnek a déli fala is, egy ablaknyílást is találtunk ebben a falszövetben, és hát ez a helyiség innen északi irányba terjed tovább, most ennek a alaprajzát próbáljuk meg tisztázni, és utána folytatjuk a árok törmeléklétegének a termelését is. Mögöttem látható a sziklaárok metszete, ugye a középső szakaszon hagytunk egy metszetfalat, amit majd dokumentálni fogunk. Jól látható az a vastag épülettörmelékes réteg, ami kitöltötte ezt a sziklaárkot. Ugye az innen délre lévő palotaszár omladéka az, ami az árokba belekerült. Több faragott követ találtunk, és egy nagyon izgalmas címerkövet, amiről röviden már hírt adtunk a héten, ezt majd a videóban is be fogjuk mutatni rövidesen. Ez a vár eddig talán legizgalmasabb lelete. És hát itt a megtisztított sziklafelszín, ami az árok déli pereme, ilyen ferdén szakadó sziklaperem, ennek a tisztogatása során pedig ismét találtunk olyan kőfejtő szerszámokat, eszközöket, amiket a árok nyugati szakaszában is már megfigyelhettünk. Ezek úgynevezett bányászékek, amiket a sziklafelszín és a szikla repesztéséhez, fejtéséhez használtak a középkorban. A déli várrészen lévő sziklárok fölött készül egy fahíd, erről a fahídról már többször is beszéltünk, mindig elmondtam, hogy mindjárt kész, most is elmondom, hogy mindjárt kész, de azért mögöttem látható, hogy az elmúlt bejelentkezésekhez képest sokat haladt ez a dolog, de valóban nagyon meleg van, és ezért egy picit túl sok benne a vágási, élesztési dolog, emiatt halad lassabban, de a végeredmény szerintem nagyon jó lesz, és alapvetően ez a lényeg. Most már felkerültek a korlátelemek, és a korlátelemek közötti keresztfáknak a behelyezésével lesz teljesen kész ez a híd, ami aztán kap majd egy felületkezelést, mostani nyers faszintől, tölgyfaszintől egy kicsit sötétebb tónusú árnyalatú páccal lesz majd felületkezelve ez a híd, és összetársát tekintve szerintem ez teljesen rendben van, és ami a legfontosabb, hogy most már át lehet rajta menni. A falazási munkálatok is haladtak az elmúlt hetekben, az északi várrészen lévő a téglalap nyugati téglalaptoronyhoz ferdén csatlakozó udvari osztófalnak a falkorona lezárása és a kiromlott falsíkoknak a pótlása történt meg. Ugye nagyobb falmagasítást nem eszközöltünk ezen a területen, szigorúan egy falkorona állagvédelembe részesült ez a fal, de amint mögöttem vagy mellettem látható, nagyon szép és, hogy mondani szoktam, konszolidált állapotban van ez a fal, ami a jövőre nézvést biztató. Mögöttem látható, hogy a kilátó szerkezet építése is sokat haladt. A kilátó sétány, ami nagy vitákat generált a korábbi években, és itt ezek a viták még most is zajlanak, vagy habozódnak mondjuk így inkább. A mögöttem látható téglalap alaprajzú torony fölött már elkészült a kilátó sétány szerkezet, ez a végleges magassága. Ez egy járófelületet és egy mellvédkorlátot kap majd, illetve esetleg egy olyan perforált burkolatot, ami tompítja ezeknek a keresztbe álló vascsöveknek a hatását. Ennek a kiválasztása még zajlik, de a végleges magassága és a tömege az már látható. Azt gondolom, hogy aki a terveket látva egy monitor mögött ülve eldöntött, hogy ez biztosan rossz lehet, az akkor sem fogja meggondolni magát, hogyha a helyszínen esetleg árnyaltabban ítélné meg ezt a dolgot. A mi meglátásunk szerint ez egyáltalán nem nyomja agyon a falakat, nem telepszik rá a romokra, és nyilván funkcionálisan pedig azt a lehetőséget biztosítja majd, hogy egy csodálatos panorámát nyújt az oda felsétálók számára. Erről az egészről egyébként eszembe jutott egy sárospataki városi legenda, hogy tulajdonképpen, ha valakinek ez nem tetszik, akkor nézhet másik irányba is. Ugye ez szerint a urbánus legenda szerint a nagyhírű építész Makovec Imre
aki ugye az egyik korai terve, vagy épülete volt a Sárospataki Bodrog Áruház, hát mondjuk úgy, hogy ez később egy picit meghaladta és más irányt vett az ő építőművészete, amikor a Sárospataki városi előjárók őt a vasútállomásról a vár felé vitték, az út jobb oldalán lévő Bodrog Áruház helyett ő mindig balra fordult és balra nézett ki a kocsiból, hát ez a lehetőség itt is adva lesz, akiknek ez a kilátó sétány annyira nem tetszik, azok a vár közepén állva nem balra, hanem jobbra fordulhatnak majd, és hát az ott lévő gyönyörűen helyreállított keleti várfalszakaszt és az amögött feltárló panorámát nézhetik majd meg a kilátósétány helyett, de bízunk abban, hogy lesznek olyanok, akik esetleg erre is pillangatnak, majd is fel fognak rámenni. A Várhegy platójának délnyugati oldalában, pontosabban a hegyoldalban vagyunk, a délnyugati részen, ez már nem a vár területe. Itt a gépi tereprendezés a tematikus sétány kapcsán megkezdődött az elmúlt néhány napban. Óriási mennyiségű omladék van itt, ami valójában az elpusztult, leomlott várfalaknak, épületeknek a ide folyt, ide ömlött törmeléke. Itt a felügyelet mellett zajlik ez a gépi tereprendezés nagy műgonddal, és hát ennek köszönhetően sorra kerülnek elő azok a nagyon látványos kőfaragványok, amik ide omlottak a hegyoldalba. Itt mellettem látható egy óriási méretű, nagyon szép kőfaragvány, ami valószínűleg egy nagyméretű konzol elem, teljesen éppen került elő. Hát, hogy mit tartott ez a konzol, az egy nagyon izgalmas dolog. Hát egyre összetettebb és egyre bonyolultabb kép rajzolódik ki erről a várról, most már a kőfaragványok alapján is, aminek persze alapvetően nagyon örülünk. Jó lett volna, hogyha ez a vár egybe megmarad, és úgy tudjuk megcsodálni, így most apró elemekből kell rekonstruálnunk, de ezek az elemek egyébként egyre izgalmasabbak és egyre szebbek. A vár kereti oldalán is zajlik a gépi tereprendezés, ugye a terep rézsűnek a kialakítása, ennek a északi szakasza már elkészült, arról adtunk hírt röviden, most pedig a délre terjedő szakaszoknak a rézsűzése zajlik a gép segítségével, itt egy nagyon szép palást kerül kialakításra, és hasonlóan a többi már kialakított részhez ide is talajtakaró növényeket fognak ősszel kiültetni. A vár körül lesz egy tematikus sétány, különböző pihenőpontokkal, információs táblákkal és a nagyobb szintkülönbségeket pedig tereplépcsőkkel fogják áthidalni. Ennek a tereplépcsőnek az északi szakasza, a háromszög torony előtti szakasza most már lassan kialakul. Itt a elkészített fakereteket helyezik le a szakemberek, és ezt ennek a közeit töltik majd ki kavicssal, és hát ezen egy kényelmes feljutás lesz majd a tematikus sétányról a vár területére. Az elmúlt héten találtuk meg ezt a címerkövet, ami az eddigi ásatás egyik legfontosabb lelete, egy építéstörténeti kulcs lelet is lehet, egy 60x70 cm-es kőtömb, amiben látható egy címerpal, és körülötte egy 4-3-szögű, 4-kariós medallion, ami egy úgynevezett kvadrilóbó keret, ebben pedig egy olyan címerpajzs, amin két címerábrázolást is felfedezhetünk. A heraldikailag előkelőbb jobb oldalon van a Pálóczi családnak a címerképe, egy jobb kezével a szakállát fogó, bal kezében könyvet tartó öregember. A heraldikai bal oldalon pedig egy úgynevezett növő madár, ami leginkább a Rozgonyi család címerképével azonosítható, egy hattyúval, egy kiterjesztett szárjú, jobbra néző hattyú alakjával, és mind a kettő egy közös címerképként fogható fel, a koronából lépnek elő ezek az alakok. Ilyen módon azt gondoljuk, hogy ez egy közös Pálóczi-Rozgonyi címer, és hát a Pálóczi család genealógiáját átlapozva legvalószínűbben Pálóczi Imre főlovászmesterhez és Rozgonyi Dorottyához, az ő feleségéhez köthető ez a címer. Pálóczi Imréről tudjuk azt, hogy 1483-ban halt meg, tehát 60-as, 70-es években volt aktív, ő bírta a várat is, és aztán a felesége, az özvegy Dorottya pedig a vár birtokosa maradt a későbbiekben is, úgyhogy nagy valószínűség az ő építkezéseiknek állít emléket ez a címerkő, ami a déli palota helyiségében valószínűleg az odavezető kapu fölött állhatott. Az ásatáson nagyon sok kőfaragványt találtunk folyamatosan az elmúlt években és idén is, és hát ezek közül egy részt azt a múzeumban most elkészült vagy készülőben lévő lapidáriumban majd be tudunk mutatni. Itt a hátsó kertben lévő kerítésfa belső oldalán készült egy félerez, ami ugye védelmet nyújt majd a csapóesőtől a köveknek, és ezekben a falfűkékben pedig a legszebb kövekből, gótikus reneszánsz kőfaragványokból készítünk egy válogatást értelmező rekonstrukciós rajzokkal, feliratokkal. Természetesen az előkerült köveknek csak nagyon szerény mennyiségét tudjuk így bemutatni, de keressük a lehetőségét annak, hogy a többinek is megfelelő helyt találjunk itt a múzeum udvarán, úgyhogy valójában a múzeum külső terei azok egy gigantikus méretű lapidáriummal fognak átalakulni a következő években, de ez egyébként pozitív, mert nagyon örülünk ezeknek a szép köveknek.
Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is figyelemmel követték a régészeti ásatást és a Várhegyen zajló munka eredményeit. Szeretnénk ezt valamilyen formában honorálni, és egy nyereményjátékot hirdetünk a YouTube csatorna feliratkozói között, ami kapcsán az újhelyi várhoz köthető különféle ajándéktárgyakat sorsolunk majd ki, itt például egy újhelyi várlogós bögrét, egy nagyszerű iránytűt, ami mindig mutatja, hogy merre van észak és dél, különböző hűtőmágneseket, újhelyi vár logóval ellátott pólót, ami különböző méretben női és férfi kivitelben egyaránt rendelkezésre áll, várról szóló történeti kiadványt, amiben a vár birtoklás történetét lehet megismerni, egy színes ismeretterjesztő kiadvány formájában, illetve a Kazinczy Ferenc Múzeum értesítő, és szerepel a nyereménycsomagban. Mi több, egy családi belépő, amely Kazinczy Ferenc Múzeum állandó és időszakos kiállításainak megtekintésére jogosít belépést az évben, tetszőlegesen felhasználható. Én ennek örülnék a legjobban, szerintem ez a legértékesebb az összes közül. Úgyhogy ha szeretnék ezt mind megnyerni, akkor nincs más dolguk, mint hogy feliratkozzanak a YouTube csatornánkra, ha még nem tették meg, ha megtették, akkor végképp semmi dolguk nincsen, és a feliratkozók között a héten tartunk egy sorsolást, a szerencsés nyertes nevét pedig jövő héten majd eláruljuk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy velünk voltak, viszontlátásra!